A jubiláns papok köszöntése hagyományosan a Pécsi Egyházmegye alapításának évfordulójához kötődik az Egyházmegyében. Hatan vehettek át elismerés szentelésük jubileuma okán. 60. évfordulóját ünnepelte P. Botfai Levente, a pécsi pálosrendi kolostorhoz tartozó Szent Imre templom igazgatója. Másodszor került Pécsre. 60 év az hosszú időszak. Volt benne sok jó is, amiért a Jóistennek hálát adok, aztán volt benne sok rossz is, amit legjobb az embernek elfelejteni, de mindezeket összevetve most a Jóistennek hálával tartozok, hiszen Isten gyermeke ugye annyi mindenért tud hálát adni, olyan gyermek ilyen hálát adni, elsősorban nem azért, hogy még többet kapjon a jövőben, hanem azért, mert a végtelen Isten ezt megérdemli. És ezt a hálát emelem ki most a mai alkalommal is, és azok helyett is felajánlom, akik ezt nem teszik. 50. évfordulót ünnepel Csősz István kanonok, címzetes prépost, nyugalmazott plébános. Nagyon szép volt. El voltam kényeztetve a gondviselés által, és ezt őszintén mondom, hogy nem volt olyan nagy törés az életemben, vagy olyan nagy érdekesség, vagy olyan extra dolog, egyszerűen csak zajlott a kis életem, és tulajdonképpen végéltem azt, amit Jézus Urunk mondott, hogy aki értem és az evangéliumért elhagyja apját, anyját, családját és így tovább, az már itt a Földön 100 annyit kap, és odaállt az örök életet. Szóval ezt a 100 annyit már megértem, és túlságosan talán kényeztetve is lettem a gondviselés által, mert úgy éreztem, hogy sokkal többet kaptam természetesen, mint megérdemeltem. Tehát úgy olyan nagyon szép volt az 50 év, és még egyszer mondom, nem, hogy az idő megszépít mindent, hanem tényleg olyan. Talán egybe volt, mondhatom, ilyen hétköznapi szóval. 25. évfordulót ünnepel Bodor Kornél plébános, Bukovics István plébános, Dohány Zoltán kanonok plébános és dr. Tamás Roland kerületi jegyző plébános. Az egyik legnagyobb örömöm, hogy sok hívő embert, akikkel a szolgálat során megismerkedtem, barátomként tiszteltek. Tehát, hogy nem csak egy lelkipásztor hívő kapcsolat alakult ki, hanem nagyon-nagyon sokakkal mind a mai napig élő baráti kapcsolat is. És nekem nagyon sokat jelent, hiszen a pap is társas lény, neki is szüksége van kapcsolatokra, szüksége van olyan emberekre, akikre kicsit tud ő is néha támaszkodni. Tehát ez nekem nagyon sokat jelent, hogy akárhol voltam, mindenhol tudtam olyan kapcsolatokat építeni, ami nem csak arról szólt, hogy én vagyok a pap, a másik meg a hívő, hanem hogy barátok is vagyunk. Aztán egy másik dolog, ami nagyon sokat jelentett nekem, ami gazdagította az életemet, hogy 5 évig Innsbruckban voltam, ott doktoráltam, és ott nagyon sok minden élményért az ottani teológiai tanulmányaim során. Tehát ebből nagyon sokat tudok meríteni azóta is. És a harmadik dolog pedig az, hogy azokban a közösségekben, ahol szolgáltam, ott elég sokat el tudtunk érni kézzel fogható módon is. Tehát mindenhol, ahol eddig voltam, saját erőből újítottuk fel a templomainkat. Az ünneplésre 3 szerzetes nővér is érkezett, ami nem véletlen. Ők ezen a napon kezdik meg szolgálatukat a Pécsi Egyházmegyében. Még májusban kaptak felkérést a püspöktől az együttműködésre. Örök fogadalmas nővérek, a 8 boldogság közösségnek a tagjai immár 15-20-30 éve. Indul az élet, és pont erre a dátumra esett a mi érkezésünk, ami az Egyházmegye alapításának az évfordulója. Úgyhogy úgy érkezni egy helyre, ahol már 1013 éve élet van. Hát nyilván tudjuk, hogy előttünk is volt élet, de hogy olyan, mint amikor az embert itt tényleg így belerakják gyökerestől a földbe, egy ilyen fát, mert hát nem csak úgy megérkezik, az ember pakol, meg vannak azok az össze-vissza dolgok, amiket meg kell csinálni, hát nyilván egy költözés után, hanem hát azért jöttünk, hogy gyökeret verjünk, és ez hát ennél jobb napon nem is lehetett volna. Már a Jóisten hívott erre, az már elég régen volt. Én 30 éve vagyok ebben a hivatásban, és hát egyszerűen vonzott a Jóistennek a szeretete. Azt gondolom, hogy a kegyelem az dolgozik bennünk, tehát az én családomban
később, tehát amikor már beléptem a közösségbe, akkor tudtam meg, hogy szinte minden generációban volt Istennek szentelt személy, vagy szerzetes, vagy pap, egész 1800-as évekig, szóval, de ezt csak később tudtam én meg. Egyébként egy teljesen átlagos, normális, hétköznapi családban éltem, se sokat, se keveset nem kaptam a vallásból, vasárnap jártunk szentmisére, úgyhogy egész egyszerűen. Fiatal koromban, 16 éves koromban volt egy személyes Isten érintettségem, akkor rájöttem, hogy az, amire úgy neveltek, úgymond, az nem csak egy eszme, hanem valaki. És akkor ott átfordult valami bennem, hogy akkor Isten létezik, és akkor érdemes benne hinni, és vele együtt szövetkezni. Aztán utána írtam a kamaszoknak, vagy a fiatal felnőtteknek az életét, és egy későbbi pillanat volt az, hogy milyen az, hogyha az Isten mindent ad, akkor nekem mi a válaszom arra, hogy ő mindent ad, és hát úgy éreztem, hogy a válaszom az, hogy én akkor magamat adom neki. Nem véletlen, hogy ez az elismerés az 1013 éves pécsi egyházmegyei fordulójának napjára esett, mondja Felföldi László pécsi megyés püspök. Egy pap életében nyilván, mint a házasságban, a családban vannak évfordulók, amik egy ilyen megállópont. Amikor visszanézek, és azt mondom, hogy na, hogy jöttem, honnan jöttem, és hol tartok, és nyilván egy 60 éves, aztán meg különösképpen nagyon nagy hálaadást él meg egy 50 éves. És azért nagyon fontos, hogy akik benne maradunk a szolgálatban, tehát tovább kell, hogy menjünk ebben, erőt ad, hogy na, ők is ilyen gyönyörűen, és a 60 éves, mikor rám mosolyog, apságának 60. évében, én még csak 60 éves vagyok, és ő ennyi évet szolgál, akkor az nekem egy erőforrás, és ezért kell, hogy a papoknak, híveknek ünnepként megmutassuk ezt a háladást, ezt a köszönetet. Szent István királyunk ünnepe nemzeti ünnepünk alkalmából állami kitüntetéseket adott át Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter augusztus 19-én Budapesten, a Pesti Vigadóban. Felföldi László, a pécsi egyházmegye püspöke, a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozat kitüntetést vehette át.